Bátaszék közlekedésében több olyan gócpont van, ahol problémát okoz a parkolás. Az önkormányzat már a tavalyi évben elkezdte felmérni azokat a lehetőségeket, melyek enyhítenék a kialakult helyzetet. A parkolási koncepciót a képviselőtestület egyfordulóban már megtárgyalta. Itt a szakemberek számba vették, hogy Bátaszéken jelen pillanatban hány parkoló működik, hol vannak azok a pontok, ahol feltétlen szükséges a parkolók számának növelése. Ezzel tisztában vagyunk, hiszen az orvosi rendelő környéke, a városháza környéke, a gyermekorvosi rendelő környéke, sőt azt kell mondani, hogy a város főutcája is igen zsúfolt bizonyos időszakokban, ahol parkolók számának növelése lenne szükséges. Ezt a folyamatot el is indítjuk, hiszen megszületett arra vonatkozóan a döntés, hogy élve egy lehetőséggel a városháza környékének parkolását szeretnénk enyhíteni azzal, hogy megvásároljuk a Szabadság utca 3 szám alatti beépítetlen területet, és itt szeretnénk kialakítani néhány év alatt, mert hozzá kell tenni, hogy a kialakításnak a költsége azért igen magas, de néhány év alatt szeretnénk kialakítani egy olyan parkolót, ami egyrészt a városközpont és a városházára érkezőknek a gépjármű parkolását oldja meg, de megoldja a tájházzal kapcsolatos parkolási gondokat is. Az elmúlt napokban feszültség alakult ki a Budai utca 56-58-as társasház környékén, mondta Bozsadik Róbert. Miután az önkormányzat új helyre telepített egy évtizedek óta életben lévő tiltótáblát, mely az itt lakók komfortját szolgálja. Többen meglepődve tapasztaltak egy olyan közlekedési táblának a kihelyezését, amely egyébként 30 éve ott van az ingatlan környékén. Valóban probléma ennek a társasháznak a megközelítése, hiszen a társasház alján egy üzlet van, és a társasház mögött pedig egy gyógyszertár, de mindenkinek tudomásul kéne venni, hogy egyébként ez egy udvar, tehát egy ingatlanhoz tartozó terület, ami elsősorban ezeknek a ingatlan tulajdonosoknak a gépjármű tárolását szolgálja, másodszorban az üzleteknek, illetve a gyógyszertárnak a kiszolgálását. Tehát kérnénk ezt tudomásul venni, hogy ezt a helyzetet ebben a formában lehetett megfelelő módon kezelni. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogyha valaki mozgásában korlátozott, és így tudja mondjuk a gyógyszertárat megközelíteni, igénybe veheti a belső udvari parkolásnak a lehetőségét, de egyébként ez nincs nyitva a közforgalom számára. Az elkövetkezendő időszakban fontosnak tekintjük még, hogy a Kossuth-Lajos utcában az orvosi rendelő környékén próbáljunk egy olyan műszaki megoldást kidolgozni, ami majd enyhíteni tudja itt az orvosi rendelő megközelítését, illetve az orvosi rendelő közeli körüli parkolást. Megoldani végérvényesen nem fogja tudni, de mindenképpen enyhíteni ezt a helyzetet. Ugyancsak a közlekedéssel, pontosabban a közlekedés biztonságával összefüggő döntés született arról, hogy a Bonyhádi elágazó környéke új közvilágítást kap. Azt gondolom, szinte mindannyian, akik gépjárművel közlekedünk, tapasztaljuk, hogy Szekszárd irányában való beközlekedésnél a vasúti átjárót követően igen, rosszak a fény és látási viszonyok, ezért döntöttünk úgy, hogy annak érdekében, hogy egyrészt az átjárót követő lassító szigetnek a láthatóságát növelni tudjuk, elhelyezünk egy közvilágítási lámpát, és terveink szerint ez kettős célt fog szolgálni, hiszen a mellette lévő közterületen egy katolikus emlékhely, egy kereszt is található, ennek a megvilágítását is ezzel meg tudjuk oldani. Ezzel próbáljuk a közlekedés biztonságát javítani. Bozsadik Róbert beszámolt a koronavírus járvány elleni védekezés helyi helyzetéről. A számok alapján elmondható, hogy az országos tendenciának megfelelő helyzetet jeleznek a mutatók. Március 22-i adatok alapján az országos átlagnak megfelelően 17,5% körüli az átoltottság. Korosztályok tekintetében a 18 és 59 év között egy kicsit alacsonyabb, már csak abból is adódóan magasabb számban is, ennek megfelelően kevés a krónikus betegségben szenvedő, itt 4% körül az átoltottság, az 59 év felettiek esetében viszont 40%-ot meghaladja, így jön ki gyakorlatilag a 17,5%-os átlag. Én itt is szeretnék arra kérni mindenkit, hogy aki még nem tette meg
az regisztráljon, hiszen jelen pillanatban nem látunk más lehetőséget arra, hogy a járványügyi helyzetet megfékezzük, és az egészségünket meg tudjuk óvni, mint hogy minél többen felvegyék az oltást. Készülünk arra, hogy ha az ütemezett oltás befejeződik, és megkezdődhet a tömeges oltás, hogy azt milyen módon, milyen eszközökkel, milyen személyi feltételekkel és mely helyszínen fogjuk lebonyolítani majd az elkövetkezendő időszakban.